Ízvarázsló. Elbűvölő vendégek, varázslatos receptek. Sziasztok! Ma egy bombapaprikást fogunk elkészíteni szénhidrát csökkentett galuskával, egy nagyon profi szakáccsal. Tartsatok velünk ma is! Egy igazi VIP a konyhában. Az ország egyik legismertebb háziasszonya, a házias ételek nagymestere, az ízvarázsló mai vendége, Gáspár Bea. Elég jártas vagy a konyhában, felismersz innen mindent? Háromféle gombát látok, kérlek szépen, Gáborom. Paprika, mondjuk én a pritamint azt jobban preferálom. Fokhagyma. Igen. Tejföl. Fűszerek, só, bors, őrölt piros paprika. És a galuskához van itt egy tojás. Igen. És itt van még a D-Life mix is, a D-mix. Tudod, mi a lényeg ennek? Most lehet, hogy én vagyok az az ember, aki a reformkonyha ellenes. Tehát én mindent hagyományosan fehérlisztel, sőt, én disznózsírt használok, sőt, hát mindent úgy, ahogy ez a magyar receptúrában le van írva. Mit fog nekem majd nyújtani? Én nyújtja ugyanazt, mint amit én megszoktam? Mert ha igen, akkor ez egy tök jó váltás lehet. Sokkal magasabb a fehérje tartalma, viszont ezáltal kevesebb szénhidrátot tartalmaz. Értem. Mielőtt belekezdeni a nokedli szaggatásba, hoztam egy ajándékot. Ne nyisd ki. De én nagyon szeretem az ajándékokat. Tudom, de még ne nyisd bele, légy, csak rakd így félre. Na. Erre ugyanígy ilyen alapanyagokat írtam fel. Yeah. Így egyet kérlek így, csak így nézd meg, nyemeld fel a hüvelykujjaddal. Nézzek, csak így lesz meg egyet, anélkül, hogy én tudnám, hogy melyik az. Szuper. Hogy legvégén el megvan. Mutasd meg. Én nem tudhattam, hogy te mit választottál, teljesen véletlen volt. És még mielőtt bármi történt, hol odaadtam neked az ajándékodat. Mondd ki hangosan, hogy mit választottál. Orsótészta. Orsótészta? Aha. Nyisd ki. Nyújj bele. Hát ez kész. Bármit választhattál volna, de mégis az orsótészta van benne, és tudod miért? Ha véletlenül nem sikerülne a galuska, akkor tudjuk mivel tolni. Vágjunk bele. Vágjunk bele. Mit szólnál, hogyha felvágnád a gombát, én meg addig előkészítem a többit. Gyakran csinálsz gombapörköltet? Hát nem olyan gyakran szoktam, csak így, hát mi húsosak vagyunk. Vannak ezek a csalónapok, mert mindenki nagyon fitness, nagyon edz. De azért, hogyha bebecsúszik egy-egy valami jó pörkölt nokedlivel, akkor azért lecsúszik mindenkinek. Igen. Csom. És akkor utálj föl el, hogyha dúsítjuk, akkor az úgy még szuper. Fokhagymát sem az egészet tesszük bele, hanem mondjuk így ennyi. Törlést kérek, Gábor, törlést. Picit. És kérlek, szépen be fogjuk ebbe az edénybe tenni, és botmixerrel, igen. Hoppá. Ne bűvészkedj, turbófokozat, nyugodtan. Ügyes voltál, köszönöm. Ez így jön vissza. Tudsz nekem ebbe egy kanalat varázsolni? Persze, tudod, itt van a füled mögött. Ha. Ezért nem nő a hajam. Pontosan. Kanalak vannak benne. A fülem mögött. Melyit rakjuk bele? Ilyen Gordon Ramsay sem. Úgy. Tényleg. Szuper, jöhet a barna csiperke. Barna csiperke. Jöhet a gomba, a harmadik gomba. A harmadik gomba. És utána só, bors. Akkor a tejföllel csomómentesre elkeverjük. Köszönjük ki. Ez is lassú felszívódású, ez a dappehely liszt. Viszont ezt használok. Kettő. Köszönöm. Elég? És most arra kérlek, hogy itt kevergetni kell. Kevergetem, jó. Kevergetem. Ugye azt mondja, hogy jön ki. Egyébként kimondottan jól néz ki. Mit szólnál, hogyha csinálnánk egy selfit a telefonoddal? Jaj, az ügyvéd mit akar tőlem? Nem tudom, tök jó. Szereted a telefonodat? Hát persze. Nehogy valamit csináljál vele, mert akkor nem tudom. Semmi, biztonságban rakom egy ilyen borítékba a telefonodat. És van még nálam másik három boríték. Megkívánom, hogy ne tud követni. Egy és négy között mondanod kell egy számot. Bármelyiket. Kettő. Kettő? Igen. Tuti. Egy, kettő. Mások egy dolog kell, akkor a flót adnád? Hát dehogy adom! Biztos vagy benne? Nem! Nem. Figyelj! Itt nem arról ezt van szó! Ezt választottad! Ne! És hogyha nem abban van? Nem játszik! No. Ezt választottad. Igen! Szeretném, hogyha te tépnéd le. Vedd ki. Igen. Ez az én telefonom. Ez a te telefonod. Igen.
Na, akkor kikeverjük a nokedli tésztát ebből a nagyon szuper lisztből némi vizet. Igen. Némi sót és egy tojást összekeverünk ide is, meg a vízbe is. Aha. Szaggatót és akkor egész jó, és fel is jön a víz tetejére. Tényleg? Megkóstolhatom? Persze. Nem forró? Nem. Hát ez meglepően jó. Esküszöm. De jó, ha pénzt szeretnénk, akkor igazából csak így benyúlsz a levegőbe, megfogod, és elképzeled, hogy itt van a kezedbe. Látod? Hogyha megfogod és berakod ide, akkor lesz egy pénz. De ez hogy került abba a kezedbe? Figyelj, van ott egy madár, ugye? Igen, van. Tudod, mit csinál a madár általában? Hát ő repül. Repül, és nyilván mivel a madár repül, ezért evidens, hogy a pénz is tud repülni. Tehát, hogy megfogod a pénzt, ráfújsz. Hol a pénz? És akkor így el tud tűnni. De, ha szeretnéd, hogy ide visszajöjjön, akkor annyit kell csinálni, hogy pontosan oda nyúlsz be, ahova az előbb beleraktam a pénzt, tehát ide, és most megjelenik. Most a zsebedből jött ki. Nem, itt van a pénz. Akkor minek nyúltál a zsebedbe? Megvakartam magam. Mit szólnál, hogyha csinálnánk még egy csokoládé musszot, miután megcsináltuk a gombapaprikást? Ez is ilyen nagyon egészséges lesz? Abszolút, ugyanis cukormentes csokoládéval fogunk dolgozni, illetve növényi tejszínnel, meg tojással. Ha jól gondolom, akkor nincs más dolgunk, mint hogy feldíszítsük. Vékony szeletepreket. Igen. Mint a négy égtáj. Igen. Kettőt is. Aha. Meg egy kis petrezselyem. Petrezselyem. Na Isten őrít! Igen, kezdjük a pörköltel. Azt mondod, hogy... Hölgyek először. Legyek én a tesz. Öndicséret, fokhagyma, kedvenc mondásom, de szerintem finom. Nagyon jó lett. És nézd meg, milyen jóságmes lett. Tészta is jó, mert szívja magába. Tehát ez nem gyönyörűen olyan néz ki. Hát azt mondtad, te nagyon várod, te már jobban várod, mint én nagyon várom. Akkor parancsolj, fogom neked, és akkor... Köszönöm. Na? Nagyon jó. Hmm. És nem is érződik rajta, hogy cukormentes. Még egy kicsit. Nem csak az epertől egészséges, ugye? Nem. Nem. Örülök, hogy meghívtál, mert tényleg tanultam sok jó dolgot, és úgy gondolom, hogy ezt érdemes lesz otthon is alkalmazni. Van még egy trükk, van még, tud, gondoltam, van még egy hogy trükk, annélkül innen ki nem lépek. A csoki, azt tudod, mi passzol még? Igen. Az alma. Az is olyan gyümölcs. Viszont van egy része az almának, igen, amit nem szeretnek az emberek, a közepe. Ezt kisvágom. Ez vadi új alma, vagy újra van szerkesztve? Mi jön ebből ki vajon? Üres. Hát benne van még ez az üres, mindegy, lényegtelen, de már ott most üres. Nem tudjuk megenni. Jó. Szükségem van az aláírásodra, el a kis kendőcskére. Ilyet. Azáltal, hogy aláírtad, ez az egyetlen ilyen kendő van az egész világon, ugye? Hát remélem. Fogom az almát. Igen. Belerakom ebbe. Egy szalvétába. Aha, szalvétába. Kérek, fog meg. Igen. Kell hozzá egy üres kéz, és elkezdem beletömködni a kendőt. Igen. Amit te írtál alá. Az alma üres volt az elején, igaz? Igen. Teljesen üres volt. Figyelj. Igen. Már ha ráfújok, akkor így eltűnik a kendő. Viszont itt van az alma. Ha megnézed, és elkezdem letépni ezt róla, akkor egyetlen egy dolog van az almában. Egy kendő. Na, milyen nincs? Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és eljöttél megfőzni velem ezt a gombapaprikást. Én köszönöm, hogy meghívtál. Ti pedig szeretném, hogyha feliratkoznátok a csatornánkra, követnétek minket, és megnéznétek az összes többi ilyen fantasztikus videót. Gábor, Gábor, nekem is vannak trükkjeim. Úgyhogy én ezt most neked ajánlom. Én is tudok varázsolni.